Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Lukács evangéliumából a következő ige szakasszal. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Húsvét után vagyunk, elmúlt az ünnep, talán volt lehetőség egy kis pihenésre is, de már is távoli, mert várnak minket a hétköznapok, a munka, az iskola, a tennivalók. Maradt-e még valami a feltámadás öröm üzenetéből, amit magunkkal vihetünk? Mai történetünkben a tanítványok is hazafelé tartanak. Elkeseredettség, gyász, búcsú, útrakelés, ezek a gondolatok, amik a történet olvasása közben előkívánkoznak belőlünk. Tanítványok útja keserves, de ebben az útban nem a megérkezés a lényeg, hanem az út bejárása, amivel meggyógyulnak, ezen az úton valójában megtérnek. A történetben a tanítványok nem látják meg a velük vándorló idegenben Jézust. Össze vannak zavarodva. Nem értik, a megváltó hogyan halhatott meg, nem emlékeznek Jézusnak ezekre a szavaira. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők elfelejtették ezeket a szavakat. Lukács pedig mindent pontosan leír. Virágvasárnap, amikor Jézus megkért két tanítványt, hogy hozzanak egy szamarat, akkor azok mindent úgy találtak, ahogyan mondta nekik. Az utolsó vacsora napján, amikor két tanítványt küldött, hogy kérjenek el egy emeleti szobát, akkor mindent úgy találtak, ahogyan előre megmondta. Hogyha az asszonyok és a tanítványok megértették volna Jézus szavait, amelyeket a haláláról és feltámadásáról mondott, akkor nem lepődtek volna meg az üres sír láttán, nem lepődtek volna meg a feltámadásán. De bennük egészen más messiási kép élt, mint amilyet Jézus nyújtott nekik. Másra vártak, a várakozásaikkal ellentétben máshogyan történtek az események. A nép várva várt megmentőjét keresztre feszítették, így véget ért az ő reményük. Jézus mint egy idegent látják a történetben és maguk mellett is. Az, ami Jézus egész földi tevékenységére jellemző, itt is megmutatkozik. Nem ismerik fel, hogy ki is ő. A húsvét, az ünnep után nekünk is van lehetőségünk Jézussal járni az életünk útját, de ehhez az is kell, hogy mi felismerjük őt, hogy itt van mellettünk, nem idegenként, hanem végtelen szeretetével átölelve bennünket, amelyet értünk is megmutatott a kereszten. Amen.